Május vége óta nem indult versenyen Kovács Rihád, aki azért nem unatkozott az elmúlt hónapokban. Az edzéseket természetesen nem hanyagolta el Nagy Lajos tanítványa, mellette pedig a pedagógusi minősítő vizsgájára készült. Azt sikerrel vette, csak úgy, mint az akadályokat a májusi jereváni Európa-bajnokságon, ahol csak a hazaiak versenyzője tudta megállítani, de így is bronzérem került a nyíregyházi bunyós nyakába. Ez számomra egy nagyon jó pozitív élmény, és nagy löketet ad ez számomra, hogy ez az Európa-bajnokság így sikerült, és bízom benne, hogy igen, a 23-as ugye az már a kvalifikáció éve. Hát nagyon reménykedem, és nagyon bízom benne, hogy ott tudok lenni, kvótát tudok szerezni, lesz európai játékok, világkvalifikáció, ezeken lehet majd kvótát szerezni, és hát bízom a legjobbakban, és nyilván ugye sajnos a Tokióról lecsúsztam, de nem az én hibámból, de bízom benne, hogy már Párizsból tudok lenni. A nyíregyházi ökölvívókat az év elején több betegség hátráltatta, aztán viszont jöttek a versenyek és az eredmények. Kovács mellett két ifjúsági korú versenyző, Kis Sándor és Petrimán Milán is kijutott korosztálya Európa-bajnokságára. Majd a két fiatal a hazai porondon is bizonyított. Az IFI OB szeptemberben megvolt, ott Kis Sanyi meg a Petrimán Milán szintén megnyerte. A Milán volt még közben Romániában tornán, ahol ezüstérmes lett, most Brandenburgban 5. helyezést ért el, nem volt túl szerencsés az első mérkőzése, de készül a novemberi világbajnokságra Spanyolországba, Murcia város adott hont neki, illetve novemberben lesz még az utánpótlás, serdülő junior magyar bajnokság, december 7-én kezdődik a felnőtt OB. Kovács Ricsi, Barry Kevin jövő héten utazik edzőtáborba, felnőtt edzőtáborba, aztán utaznak valószínűleg nemzetközi tornára, úgyhogy van feladat bőven. A feladatok mellett az edzés helyszín is adott, Nagy Lajos és az ökölvívók pedig bíznak abban, hogy megfelelő hőmérsékletű teremben készülhetnek majd a soron következő megmérettetésekre.